Szervusztok, üdvözlek benneteket! Ismét itt vagyok, és örülök neki, hogy ti is itt vagytok. Látom, néhányan beköszöntöttetek már. Kérem szépen, hogy már most itt a legelején is, hogy a végére nehogy megfeledkezzetek róla, ősetek egy lájkot, nyomjatok be valamit. Hagy menjen a hírünk, hagy kapjanak jó sokan információt arról, hogy lehet az életünket bocsánat, másképpen is élni. Nagyon-nagyon jó, hogy itt vagytok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, és egy nagyon izgalmas téma az, amiről most beszélni fogok, hát természetesen a párkapcsolat. Nagyon-nagyon ritka az az alkalom, amikor beszélek valakivel, hogy ne legyen téma az életében az, hogy a párkapcsolatával valamit jó lenne kezdeni. Természetesen különböző módon, különböző problémákkal küzdötök, és sokszor egy-egy párkapcsolati probléma egy egész életet, vagy hát inkább úgy mondom, hogy az összes mindennapjaitokat is meg tudja határozni. Pedig az életünknek csak egy bizonyos része az, ami párkapcsolatban telik, és az a helyzet, hogy ezeknek a párkapcsolatoknak, amelyikben nem érzitek jól magatokat, annak a hozadéka, az az érzelmi megnyilvánulása. Tehát az érzelmeitek, ahogyan részt vesztek egy párkapcsolatban, az az élet összes többi területére kihat. Tehát, ahogy már jó néhányan megszoktátok tőlem, egyetlen egy problémáról beszélhetünk csak egy ember életében, és ez az az egyetlen egy probléma, ami az élet minden területére kihat. De akkor most nézzük meg a párkapcsolat oldaláról, hogy is működik, és hogy is van. Az, amikor egy párkapcsolati problémáról beszélgetünk, az egy nagyon-nagyon nagy tág téma, és egy nagyon nagy területét fedi le az életnek, méghozzá azért, mert olyan érzelmeket lehet felismerni benne, amik megjelennek egyéb kapcsolataidban, megjelennek a munkádban, természetesen a szülőkhöz való viszony, a gyerekekhez való viszonyulás, és nem csak a munkádban, a munkavégzésedben, hanem az, amit létrehozol. Az, ami a végeredmény, amikor kitűzöd a célodat, és eléred azt. Hát azt is nagyban meghatározza, hogy a párkapcsolatban hogyan működsz. Természetesen van egy másik oldala is ennek, mert biztos vagyok benne, hogy olyanok is ülnek most itt, tehát van közöttetek olyan, aki azt mondja, hogy hát én most csak azért hallgatom meg, mert kíváncsi vagyok, de igazából nincsen semmilyen párkapcsolati problémám, jól meg vagyok a párommal, mindig is jól meg voltam. Persze vannak kisebb zökkenők, de ettől függetlenül az élet zajlik, és jól meg vagyunk, és jól el vagyunk. Hát ez azért van, mert az élet egy olyan játék, amiben végül is egy egyensúlyt kellene, hogy tapasztaljunk. Mit jelent ez az egyensúly? Azt jelenti, hogy az életünknek minden egyes területe ugyanolyan élvezettel kellene, hogy meglegyen az életünkben. Azaz, az életünk minden egyes területén élvezni kellene azt, amit csinálunk, élveznünk kellene azt, ahogyan részt veszünk benne, és ez az élvezet az, ami igazából az egész életünknek a lényege. Tehát mi is az élet? Az élet egy játék. Miért mondjuk azt, hogy játék? Azért, mert elmélkedünk, gondolkodunk, kitaláljuk, ki akarjuk találni, kisakkozzuk, úszunk benne, kockáztatunk, harcolunk, tehát fel lehetne sorolni nagyon-nagyon sok olyan tényezőt, amivel egy ember éli az életét, és azt hiszi, hogy az élet erről szól.
nagyon sokan ugye evickélnek az életükben, pontosan úgy, mint amikor beugrik valaki egy tóba, és nem tud úszni, kapálózik, és evickél. Körülbelül erről van szó. De nem erről kellene, hogy szóljon az élet, mint ahogy elmondtam, hanem pontosan arról, hogy minden egyes pillanatát élvezzük. Tehát az élet egy olyan játék, az életünk, a saját személyes életünkről beszélek most, egy olyan játék, ami arról szól, hogy megtanuljuk azon keresztül, ahogyan élünk, amit hiszünk, ahogyan gondolkodunk, azon keresztül rá lehetünk boldogok, és hogyan élvezhetjük minden egyes pillanatát. Bizony, tudom, van olyan, aki felkapja a fejét, és azt mondja, hogy hát ez hülyeség, legyint egyet, hogy ilyen nincs. Igen, hagyományos értelemben, azzal a gondolkodásmóddal, ahogyan az ember eddig élte az életét, és én ezt úgy hívom, hogy tudattalanul nincs válasz a boldogságra. Nincs válasz arra, hogy valóban lehet élvezni minden pillanatát. Ettől estig eltöltjük a napunkat. Mert mi is ez a hagyományos gondolkodásmód, látásmód? Az elmének a játéka. Mi az elme? A gondolataink összessége, ahogy gondolkodunk. És a gondolataink hogyan jelennek meg bennünk? Ahogy érezzük magunkat. És hogyan érezzük magunkat? Ahogyan az agyunk szokás szerint reagál, amit hoztunk generációsan, információkat, viselkedéseket, viselkedés mintákat, amit aztán látva a szüleinkben, azt, amit mi magunk megörököltünk, ráadásul a saját képünkre formáljuk. És ez az a bizonyos saját képre való formálás az, ami aztán meghatározza, hogyan fogunk viszonyulni másokhoz. Tehát ebben a másokban természetesen rögtön benne van a partnerünkhöz, a párunkhoz. Ahhoz, akit legelőször úgy hívunk, hogy a szerelmünk, például a szerelmünkhöz. És aztán utána valamennyi idő múlva már azt mondjuk, vagy azt mondja mindenki, vagy a legtöbb ember, hogy hát a szerelem az már elmúlt, de hát ennyi év után már nem csoda, most már csak a szeretet maradt. Hát az a helyzet, hogy ez nem teljesen így van. Mert a szeretet és a szerelem nem külön fogalom. Azaz külön fogalomként fogalmazzuk meg, de valójában egy és ugyanarról van szó. Sőt, a szeretet az egy olyan állandó jelenlét, minden ember valódisága, ami ki tud csúcsosodni a szerelemben. De nincs a kettő között különbség. A szerelem az az elmének egy rózsaszín ködje. Így furán hangzik. Tehát amikor a szokásos érzelmeiddel élsz, gondolkodsz, azokkal a kérdésekkel, amit hozol magaddal, azzal a viselkedéssel, amit már a saját magad számára kitaláltál egészen kicsi gyerekkorodba, hogy te majd hogy fogod a saját világodat élni, megvédeni magad attól, amiben a felnőttek nem érzik jól magukat. Amikor azt látod, hogy a felnőttek küzdenek, harcolnak és szenvednek, te ezt köszönöd szépen, nem kéred. Ezt már nagyon sokszor hallottad tőlem. Viszont, ha hiszed, ha nem, kőkemény meghatározója annak, hogy milyen párkapcsolatban fogsz élni majd. Mert ezekkel az érzelmekkel, ezekből a gondolatokból alkotott figyelemmel fogod a saját életedet majd hát élni. Ezekkel a gondolatokkal, ezzel a figyelemmel fogod meghatározni mindig, hogy milyen irányba mész. De nem azt jelenti, hogy milyen irányba akarsz majd menni. Mindenki boldog szeretne lenni, és ez a boldogság kifejezés egy olyan általános fogalom, amiről mindenkinek valami más elképzelése van. De nagyon fontos, hogy tudd. A boldogság maga a teljesség, egy olyan teljesség, amit úgy hívunk, tehát
a világegyetemet is így hívjuk, hogy ez egy teljes, tökéletesen teljes, tehát maga a teljesség, aminek részét képezzük, mi is a teljesség részeként teljesek, teljesek vagyunk. Mert hogyha azt most jól megérted, hogy a világegyetem egyetlen pillanatban magába foglal mindent, hiszen minden energia, ami létezik, és ez megint csak egy egyszerű kis fizika, tehát ha magába foglal mindent, magába hordoz mindent, múltat, jelent, jövőt, mindent, ami már létrejött és létrejöhet az emberi elme által, vagy az emberi, vagy a tudat által. És ez maga a teljes, mert nem hiányzik belőle semmi, mert ha hiányozna, nem lenne teljes. És te része vagy. Tehát hordozod magadban ennek az egésznek az információját. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy te is teljes vagy. Tehát akkor milyennek kellene lenned egy párkapcsolatban például? Egy párkapcsolatodnak tökéletesnek és teljesnek kellene lennie. Nagyon sokan fordultok hozzám olyan kérdéssel, hogy én elkezdem látni már a saját dolgaimat, az életemet, de mit csináljak a párommal, mert őt ez nem érdekli. Ő nem nyitott. Ő csinálja szokás szerint, ahogy szokta, vádaskodik, intrikázik, vagy nem tudom kiszedni a kis csigaházából, mert befordul és bebújik, és nem tudom élvezni vele az életemet. Hát az a helyzet, hogy egy párkapcsolatot akkor fogsz tudni élvezni, akkor fogod az életedet élvezni a pároddal együtt, ha ez a bizonyos teljesség, amiről az előbb beszéltem, kinyílik benned, letisztul benned. Amikor megérted azt, hogy minden érted van, és minden pontosan úgy történik, hogy neked a lehető legjobb legyen. Azaz, ahogy elkezdtem mondani, hogy az életünk egy játék, ezen a játékon keresztül kell ráébredned arra, hogy minden egyes pillanatát te teremted, méghozzá olyanná, ami felébreszt téged. Tehát magadnak hozod létre azokat a konfliktusokat, azokat, amit problémának élsz meg, az ellenállásokat, a veszekedéseket, a háborgást, vagy a közömbösséget, vagy azt, amikor sértődöttem, befordultok, és már háború sincsen. Ezt mind mindenki alakítja olyanná, amilyen. És akkor most mondok nektek egy picit nyilvánvalóbb rálátással egy olyan példát, ami szerintem megint csak általános lesz, de talán egy picit jobban közelítünk. Az, amikor egy párkapcsolatba belép valaki, nem különbözik attól, mint amilyen kapcsolatban volt a szüleivel. De kinek jut ez eszébe? Hát először is a szerelem, ez a rózsaszín köd, mi? Hát ez a teljes elfogadás. Ez a 100%-os teljes elfogadása a másiknak. Kigyullad a szíved, a láb dobog, és azt hiszed, hogy szerelmes vagy. Valójában mi történt? Az, akivel találkoztál, akivel elindul ilyenkor egy kapcsolat, tehát kapcsolatba kerültél, az 100%-osan pontosan olyan, mint te vagy. Nem a hajszíne. És természetesen, ugye normális, vagy legtöbb esetben nő és férfi találkozik, tehát még csak nem is hasonlítanak valószínűleg, mégis az azonos az azonossal találkozik. Nagyon sokan beszélnek a vonzásról, a vonzás hatalmáról, hogy pontosan azt fogod bevonzani, akire szükséged van. Én azért nem a vonzásról beszélek, mert nem, tehát így is lehet mondani, hogy azt vonzod be, akire szükséged van, de 100%-ig biztos, hogy pontosan olyannal találkozol, amilyen te vagy. És ez egy olyan átvitt fogalom, amin megállhatsz és elgondolkodhatsz, hogy lehetek én olyan, mint a másik, na most figyelj nagyon.
az érzelmeitek azonosak. Ugyanolyan érzelmi kiáramlással éled az életedet, mint a partnered lesz, akivel találkoztál, vagy akivel kapcsolatban is maradsz. Ez azt jelenti, hogy az érzelmi világotok ugyanolyan, ugyanaz, ugyanazzal a félelemmel küzdötök, ugyanaz a megértendő, hát most sokan feladatnak hívják ezt, mondhatjuk, hogy feladat, de igazából ezért születünk meg, hogy erre ráébredjünk. Tehát azzal, akivel találkozol, segít neked felébredni. Igen, a Csipke Rózsika álmodból, az álomvilágodból, a tudatlanságodból. Ne keverd össze a butasággal, nem az iskolai tanult, összeszedett információkról beszélek, hanem arról a tudásról, amivel mindannyian megszületünk, ami a leglényegesebb dolog, hogy ráébredjünk, hogy rendelkezünk egy ilyen tudással. Ez a tudás, a tudat, ez az, aki te valójában vagy. Ez az, amikor erre rájössz, akkor felébredsz. Ez az, amiért érdemes elindulni értelmét. Nagyon sokan keresik az élet útjuk, hová visz, hol vannak, a helyükön vannak-e, és egyáltalán hol, mi az életük, hol a helyük a világban. Erre szoktam azt mondani, hogy abban a pillanatban, ahogy fölteszed ezt a kérdést, ez már egy spirituális kérdés, mert ezeket nem találod meg leírva könyvekben, maximum nagy filozófusok által, vagy költők, írók, akik megtapasztalták, és szavakba, vagy írásba foglalták ezt. Tehát, leegyszerűsítve, pontosan azzal fogsz találkozni, akire szükséged van. Pontosan azzal fogsz találkozni, aki által ráébredhetsz önmagadra, és ráébredhetsz az igazságra. Pontosan azzal fogsz találkozni, akinek a leghálásabb lehetsz, hogy az utadba került, hogy a párod lett, mert az életed lényege és értelme rajta keresztül fedezhető fel. Természetesen, amikor eljöttök hozzám egy alapprogramra, tehát a Veddészre alapprogramra, akkor innen indulunk. Apró lépésenként felépítve, hogy tudsz eljutni ahhoz az igazsághoz, amit a párodban felfedezhetsz. Van egy mondatom, amit most muszáj, hogy elmondjak. Életed első kapcsolata a szüleid kapcsolata. Ahogyan az anyukád viszonyult az apukádhoz, úgy határoztad meg magadban, hogy egy nő hogy viszonyul a férfihez. Ahogyan láttad apukádat működni az anyukáddal, azon keresztül fogalmazódott meg benned és rögzült benned, hogy a férfi hogyan viselkedik a nővel. Ez számodra adja a jövőben, ahogyan haladsz előre az életedben, azt az irányt, ahogyan az anyukádat látod, és amit elutasítasz a viselkedésében, meghatározod, hogy milyen nő nem akarsz majd lenni. Ahogyan az apukádat, és hogyha persze férfi vagy, milyen nőt nem akarsz majd az életedben. És ahogyan az apukád viselkedését látod, és amit elutasítasz benne, ami nem tetszik neked benne, és te férfi vagy, nem akarsz majd ilyen férfivé válni. Ha nő vagy, nem akarsz majd ilyen férfivel találkozni. Tehát ez egy alap. Mi történik? Van egy ilyen, és biztos vagyok benne, akik már régóta vagy régebben hallgattok engem, tudjátok, amire figyelsz, az valósul meg. Ez is egy egyszerű fizika,
Amire irányítod a figyelmedet, az valósul meg. Hiszen a világegyetem végtelen információja rendelkezésedre áll, és amire irányulsz, amire irányul a figyelmed, az fog manifesztálódni a fizikai világban. Mert minden energia és a fizikai létünk lesz az anyagi világ. Ebből az energiából, a te figyelmed által. Tehát most figyelj! Ha az anyukád és az apukád kapcsolata számodra nem volt elfogadható, akkor könnyedén meg tudod találni, ha leülsz, most mondhatom, hogy még elgondolkodhatsz rajta, vagy csak emlékezzél vissza, milyen gondolatok jelentek meg a fejedben az anyukád és az apukád kapcsolatáról. És te nő vagy, vagy férfi vagy? Mindkettőben, mindkettő személyében találtál olyat, olyan viselkedést, amit te elutasítottál. Hol az egyik, hol a másik viselkedése volt számodra olyan, amiben nem érezted jól magad, amit elutasítottál bennük. Akit elutasítasz, gyerekként, ellenségként kezeled, elítéled, bírálod és vádolod. Vele szembe a másik szülő, hiszen most kapcsolatról beszélünk, a sajnálat tárgyát fogja képezni. Sajnálni fogod, hogy miért bántja a másik. Pedig nem bántja. És akit úgy látod, hogy éppen elkeseredik, vagy el van nyomva, mert a másik szülő elnyomja őt, akkor sem ez az igazság. Megjelenik benned egy sajnálat, de ezzel együtt azonnal megjelenik ugyanolyan ítélet, bírálat és vád, hogy miért hagyja magát. Na most ezek gondolatok a fejedben, amiket te kialakítottál a nőről és a férfiről. Olyan információk, amik majdhogy nem kőbevésett instrukció, és egy előre vetített kép, egy meghatározott térkép számodra. Milyen nő és milyen férfi az, ami számodra nem megfelelő, saját magadban és másokban. Tehát onnantól kezdve, ahogy ez rögzül, és most tudjad, arról beszélek, amire nem vagyunk tudatosak. Tehát nem vagyunk erre tudatosak ebben a kisgyermekkorban. És nem is a szüleinket utasítjuk el, hanem nem érezzük jól, ahogyan ők érzik magukat. Látjuk, hogy mit csinálnak, és nekünk az nem jó, nem akarjuk. Tehát nem 100%-ban a szüleinket utasítjuk el, hanem azokat a apró vagy nagyobb történéseket, amik azzal az érzelemmel zajlanak, amiben nem érezzük jól magunkat. És miben nem érezzük jól magunkat? Pontosan abban, amikben ők. Miért? Mert már ugyanúgy sejtszinten, hiszen örököltük tőlük, hordozzuk magunkban ezeket az információkat, amikhez azokat az érzelmeket kapcsoljuk hozzá, amit bennük is elutasítunk. Tehát csak olyan érzelemmel tudod elutasítani a szüleid viselkedését, amilyen érzelemmel ők azt élik. És akkor most figyelj! Megnősz, felnőtté válsz, és egy párkapcsolatot szeretnél. Az agyunk szokásos mechanizmusa működik, újra és újra ugyanazokkal az érzelmekkel reagál. Szembe jön a nő, a férfi, és azt hiszed, hogy válogatsz. Azt hiszed, hogy ez ezért nem jó, az meg azért nem jó. Azt hiszed, hogy, és meghatározod, hogy miért szeretnél, miért nem szeretnél. Szerinted mi alapján fogod meghatározni, hogy milyen nőt nem akarsz, és milyen férfit nem akarsz? Vagy egy párkapcsolatban rólad is szó van, sőt, milyen nő és milyen férfi nem akarsz lenni? Szerinted mi szerint jelenik ez meg benned? Tényleg magadtól csak úgy kitalálod ezt? Nem, van valami, ami alapján ezt eldöntöd. És tudod mi ez? Az, amiről az előbb beszéltem. Az a pici kis gyerek,
aki anyát és apát látja együtt élni, hogyan viselkednek egymással. Természetesen, hogyha egészen kicsi korodban már különmentek, biztos vagyok benne, hogy jött egy másik nő vagy egy másik férfi. És hát az a helyzet, hogy ugyanazokkal az érzelmekkel fognak tovább viaskodni, egy kicsit lehet, hogy másképpen, de az érzelmek, ami nem más, mint energia, információ, ugyanúgy fognak áramolni közöttük, természetesen feléd, amit te újra visszaáramoltatsz. És ez az az energiaáramlás, amivel aztán fogsz találkozni olyan emberrel, nővel vagy férfival, aki pontosan ugyanebben az energiaáramlásban van jelen. Ez egy olyan jelenlét, ami mindannyiunknak megvan. Jelen vagyunk minden pillanatban, a jelen érzelmi világunkban. Csak az érzelmeink, amiket gyerekkorban védekezésre használtunk, lezárják ezt a jelenünket, eltakarják előlünk. A régi szokások, amik generációsak, nemzedékről nemzedékre adottak tovább, hoztuk magunkkal. De ki tudott róla? Senki. Tehát az, hogy nem vagy boldog egy párkapcsolatban, sem nem a te hibád, sem nem a párodnak a hibája. Ez nem hiba kérdése. Nem lehet felelősségre vonni sem magadat, sem a párodat. Természetesen nagyon komoly, súlyos történetek tudnak kialakulni. Nem csak röpködnek a tányérok, hol az egyik, hol a másik szalad, vagy vannak nagy veszekedések, ordibálások, vagy nagyon elkeseredett, sértődött befordulások. Nem csak ez létezik, hanem ez pontosan arról szól, hogy ezek a játszmáid, ezek azok a játszmák, amiket ha abba hagysz, meglátod az összes többi lehetőséget az életedben, ami valójában létezik. Tehát mi is történik? Süt a nap, ragyog, aztán elégúzik a felhő, és azt mondják az emberek, hogy nem süt a nap. Dehogy nem. Most a napokban is rengeteg felhő tolul fölöttünk, de a felhők fölött kék az ég, és a nap ott ragyog. Tehát, hogyha most itt magadra ismertél, már pedig biztos vagyok benne, hogy magadra kellett ismerni azon keresztül, amit elmondtam, mert nem határoztam meg semmi konkrétat, csak általánosan mondtam, de ez mindenkire illik. Mindenki így él, mindenki pontosan ugyan ez szerint alakítja az életét. Azok az érzelmeid, amit kisgyerekkorodban a szüleiddel kapcsolatosan megértél, amit nem választottál akkor külön, hogy milyen a nő és milyen a férfi, de természetesen anya nő, apa férfi, megmaradt ez a női és férfi képed, és minden, ami megmaradt benned, megfogalmazódott gondolatok formájában, napig abban éled az életedet. A ráébredés, a tudatosság arról szól, hogy megengeded magadnak, hogy ezzel szembenéz. És az az egy szerencse, hogy nem is muszáj megnézni, hogy most anyámmal mi volt, apámmal mi volt, velük együtt mi volt és hogy volt. Egy biztos, ha megfigyeled a saját érzelmeidet, megfigyeled a saját gondolataidat, akár nyugodtan vegyél elő majd egy papírt és egy ceruzát, toll is lehet. Írd le, milyennek látod a nőt, milyennek látod a férfit. Írd le, milyen nő vagy milyen férfi nem szeretnél lenni, vagy miért nem akarsz az életedbe. Fogalmazd meg, írd le, rá fogsz ébredni,
hogy a szüleidről beszéltél, és rá fogsz ébredni, hogy valójában magadról beszélsz. De tényleg ez a valóság? Nem, ez egy generációs információ halmaz, ami folyamatosan adódik tovább. És hogyha most itt ülsz és hallgatsz engem, és tele vagy váddal, ítélkezéssel a pároddal kapcsolatba, akkor most vegyél egy nagy levegőt, figyelj egy picit befelé, és tudjad, hogy ez mind a tiéd, benned fogalmazódik meg. Ő azért jött az életedbe, azért találkoztál vele, mert ugyanez a problémája, mint a tiéd. Ugyanazok a félelmeitek, ugyanazok a vágyaitok. Csak különböző módon fogalmazzátok meg. Két irányból közelítetek. Tehát ez olyan, mint amikor felülsz a lóra, sőt, másképp mondom, amikor még kisgyerekként megszületsz, és látod a világot. Látod, hogy minden tökéletes. És ez olyan, mintha ülnél a lovon, és innen szemléled a világot, és mindent átlátsz, és látod, hogy minden csodálatos. És egyszer arra leszel figyelmes, hogy a szüleid ott a ló két oldalán poroszkálnak melletted, és nem érted, hogy miért szenvednek ott, miért nem ülnek fel a ló tetejére, miért nem szemlélik az életüket ugyanilyen csodálatossággal, vagy csodálattal. És azt veszed észre, hogy két oldalról rángatnak téged. Hol ide, hol oda. Mit csinálnak? Féltenek, nehogy leesse a lóról, Úristen, a te életed jó legyen. De nem látják, hogy te jól látod a világot. Hol az egyik ránt le, hol a másik. Egy darabig kitartasz, húzod őket, fel akarod emelni. Itt jön az, amikor a pici gyerekre azt mondják, hogy milyen bölcs, milyen okosakat mond. Több hallgatóm szokta leírni nekem, hogy a pár éves, három, négy vagy öt éves kisgyermek milyen okos dolgokat mond, és igazságokat, bölcsességeket, ami nem csak egy ilyen kitalált valami, hanem a szüleivel kapcsolatos. Ahogyan látja a szüleit élni, és ahogyan tanácsot ad nekik. De ez nem úgy tűnik, mint egy tanács, hanem csak a maga módján még, ahogyan látja a világot, arról beszél az alapján, ahogy a szülei már azt nem élik meg. Ültél te is a ló tetején, a gyerekben, de nem voltál rá tudatos. Nem tudtad, hogy jól látod a világot. És elkezdted elutasítani a szüleidet, akik mit akartak? Megvédeni téged. Féltettek, óvtak. Mitől? Attól, amitől ők szenvedtek. Nem látták, hogy ők már lent poroszkálnak a porba. Szeretnének felemelkedni, de nem tudnak. Az a céljuk, hogy majd neked jó legyen. És egy idő után, mivel annyira az ellen küzdesz, hogy le ne ess, észre se veszed, hogy már a ló mellett poroszkálsz te is tovább. Azaz, vívod a harcodat a szüleiddel. Az egyik a ló egyik oldalán megy, másik a másik oldalán. Hol az egyik mellé állsz, hol a másik mellé állsz, de már nem ülsz fönt a lóban. Már nem tudod, hogy milyen csodálatos a világ, csak van egy emléked róla, amit nem fogalmazol meg még csak képi formában se, vagy nagyon keves, hanem kitartóan hadakoztok, hogy nem akartok a ló mellett menni a porban. De közben nem tudod, hogy ott mész. Azt hiszed, hogy fönn vagy, hogy te jól látod a világot. És aztán jön a te felnőtt korod, amit elértél, az az életkor, amikor párt választasz magadnak. Amikor találkozol azzal, akivel elsőre azt mondod, hogy jól érzed magad. Miért érzed jól magad?
Azért, mert nem érdekel, hogy a porban a ló mellett gyalogol. Mert nem látod, hogy ott mész, csak boldog akarsz lenni, mert van egy ilyen mélyen rejlő emlék a boldogságról, de leginkább azt tudod, hogy mit nem akarsz. És amikor az érzelmek összetalálkoznak, amit kiáramoltatsz, az visszaáramlik. Ketten összetalálkoznak, olyan lesz, mintha felkerültetek volna a lónak a nyergébe, nem látjátok egymás problémáit. Elfogadott 100%-osan olyannak, amilyen. Ezt hívják szerelemnek. Amikor az azonos az azonossal találkozik, teljessé válik. Kiteljesedtek egymásban. Azért mondják, hogy a szerelem vak, meg rózsaszín köd, mert ebben a teljességben nem láttok hibát, nem láttok problémát. És így szeretnétek élni mindvégig. Erre vágytok, hogy az életetek így maradjon. De mi történik? A kettőtök teljessége a tiszta szeretetérzés, ami testi szinten is fellángol. Tehát az érzelmi világodat követi a tested. A test rezgései is átveszik ezt a finom szerelem rezgését, és a testi tünetek olyan erősek, hogy amikor már idézőjelben az érzelmi együttlétetek hanyatlik, amikor már kezditek látni a másik működését, olyan működését, amiről azt hiszed, hogy jaj, nem kellene, hogy azt csinálja, mert téged ez már zavar, de még a testedben jelen van ez az erős szerelem érzés. Nem érzelem már, hanem érzés. Egy testi tünet, a szerelem maradványa, maradéka. Egy testi tünet, amihez görcsösen ragaszkodsz tartani. Tehát magát az egész szerelemérzést, érzelmi szinten azt az igazi szeretetet és a testi tünetet akarod görcsösen, hogy megmaradjon. De emlékszel, én beszéltem már neked arról, hogy a jelenléthez, ahhoz, hogy kiteljesedj önmagadon belül, az akarást és a nem akarást kell legelőször abba hagynod, amit az ember csak úgy nem tud. Csak hogyha észrevegyen akarsz is görcsösen valamit. És a tudatosság az azt jelenti, hogy a világegyetem minden információ hordozója, nem kell akarni, csak figyelni, és megvalósul neked. Mert minél jobban akarod, annál görcsösebben jelenik meg annak a hiánya. Azért akarod, mert azt hiszed, hogy nincs. Tehát ahogy a testedben és az érzelmeidben elkezd egy picit vissza, most visszaesésről mindig azt mondom, hogy nincsen, de így éled meg, visszaáll a normál állapot. Azt mondod, hogy nem vagyok már szerelmes, de szeretet még van. Hát persze, hát a szeretet mindig is volt, van és lesz. Te magad vagy az igazi, tiszta szeretet, ami áramlik. Az a nap, ami állandóan süt. És a gondolat, ami eltakarja. A gondolataid, a felhők, ahogy odaúsznak, kúsznak a nap elé. Tehát ahogy te is, az a végtelen szeretet, ahogy vagy, és a gondolataid, milyen gondolatok? Az agyad reagál a szokásos érzelmekkel. Beindul újra a védekezés, hogy jaj Istenem, csak megmaradjon ez a jó nekem. Jaj, meg nehogy elromoljon a házasságom, vagy a párkapcsolatom. Jaj, nehogy megint becsapjanak, nehogy megint elhagyjanak. És különben is. És akkor jönnek a szemrehányások. Úgy megváltoztál, már nem olyan vagy, mint ahogy megismertelek. De pontosan ugyanolyan. És ő is azt mondja neked, már nem olyan vagy, te nem vagy olyan. És akkor egymásra mutogattok. Mert ilyen voltál, te meg olyan voltál. Azért, mert ott még természetes módon adtátok magatokat bele abba a kapcsolatba. De figyelj, mert csak a legelején. Nagyon rövid ideig szokott ezt tartani. Maga a testi tünet, szerelem érzése az, ami tart még jóval tovább a figyelmed által, amit aztán fenn akarsz tartani, és ahogy ez egyre inkább csökken, mert egyre nagyobb az akarásod, kezded megtapasztalni annak a hiányát.
és természetesen vetíted a párodra, a partneredre. Pedig semmi baj nincs vele, és még veled se. Ez az élet játékában a partner kapcsolat játék, amin keresztül felismerheted, hogy milyen érzelmek azok, amik megakadályoznak téged abban, hogy valakivel boldog lehess. Tehát ő, ahogy szokták mondani, egy tükröt mutat neked. Belenézel a tükörbe, és elszörnyedsz. Úristen, én nem ilyen vagyok. Pedig de. Hiszen ki érzi rosszul magát attól, hogy ő milyen? Te érzed rosszul magad. És miért olyan jött, amilyen ő? Azért, hogy ezt az érzést felismerd magadban. Mert ez a tiéd. És amíg ezek az érzelmek áramolnak, ezekből az érzelmekből fakadnak a gondolataid, ezekből az érzelmekből áramlik, irányul a figyelmed, addig mindig pontosan olyannal fogsz találkozni. És sajnos, ahogyan tapasztaljuk a világban, és most már elég régóta, nagyon-nagyon sokan maradnak egyedül, nagyon sokan lépnek ki egy párkapcsolatból. Aztán mennek bele egy újabba és egy újabba, és egyikkel se elégedettek. Miért? Mert önmagukon belül, önmagadon belül nincs még meg a béke. Amíg benned háború van, kívül háborút találsz. Mert minden, ami kívül megjelenik, belőled fakad, és azért, hogy felismerd benne magad. Felismerd a saját játszmáidat, felismerd a saját érzelmi világodat. És most figyelj, mert ez a legizgalmasabb része, és tudom, hogy mindannyian erre vagytok a legjobban kíváncsiak, hogy akkor most mit csináljak, és hogy tegyem? Ne csinálj semmit, csak figyelj. De mit? Hogy milyen érzelmeket indít be benned a párod? Hogy érzed magad attól, amit ő csinál? És nagyon látom, és tudom, hiszen negyed évszázada magyarázom és tanítom nektek ezt, és rengeteg embernek segítettem, nagyon-nagyon sokan jöttetek hozzám ilyen problémákkal. Hát látom, hogy amikor ráébredtek, akkor onnantól kezdve már nem azon küzdötök, hogy mit nem akartok, hanem elkezdtek figyelni, hogy mit szeretnétek. Tehát nagyon-nagyon sokan jöttök hozzám azzal, hogy de hogy bírjam ki mellette. Hogy ez borzasztó, ez szörnyű, én tényleg ilyen vagyok. És ilyenkor a legszebb válasz jön. Sem te nem vagy ilyen, sem ő nem olyan. Egyikőtök sem olyan. Természetesen, akik párként kezdenek kinyílni és kinyitni, hogy megnézzék, hogy mi a probléma. Természetesen vannak mindenféle tréningek, meg kibékítő programok, meg hasonló dolgok, amikkel nincsen semmi baj, csak amíg az elme, a szokásvilág, a gondolkodás módod, amivel eddig együtt éltél, az a meghatározója annak, hogy fogalmazod meg, hogy tehát ugyanazokkal a gondolatokkal akarod megoldani ezt a problémádat, mint amivel együtt éltél eddig. Tehát az elmejátékon belül keresgélsz. Az élet játéka, hogy ráébredj önmagadra. De amikor ráébredtél önmagadra, akkor fog megszűnni ez a játék. Amíg nem ébredsz rá, folytatod újra és újra ugyanazokat a köröket leírva. Tehát akkor gyerünk vissza. Ilyen vagyok, mint ő? Igen, legalábbis az érzelmeimben. Azonos érzelmekkel küzdötök. Amitől te félsz,
Ugyanaz az ő félelme, csak a ló két oldalán kétféleképpen megfogalmazva. Például, ha a képtelenségről a képtelenséget vesszük alapul, ez egy nagyon közös példa. Minden ember születésétől fogva eredményes, sikeres akar lenni. Mindenkiben megfogalmazódik a félelem a képtelenségtől. Nehogy gyenge legyek, nehogy kiderüljön, hogy valamit nem tudok. Félelem a tudatlanságtól. Természetesen ebbe a képtelenségbe sok mindent lehet belevenni. Tehát ki mitől fél? A tudatlanságtól, attól, hogy nem tisztelnek. Vagy például a hazugságoktól, hogy nem lehetek őszinte, nem őszinték. Vagy az, hogy például az én gyerekkoromban rengeteget hallottam a szüleimtől, hogy csak szeressük egymást, mert az a legfontosabb az életben, a szeretet. Nagyon sok család, nagyon sok generációban maga a szeretet kérdés egy fő megoldandó probléma. Tehát én is azt láttam, hogy anyám, apám arról beszél, és valóban szeretnek minket, gyerekeket, szeretik egymást, és hogy szeressük egymást, gyerekek, mert anélkül nem szép az élet. De közben kényszernek éltem meg, hogy mindig azt kell csinálni, amit mondanak, amit meghatároznak nekem. Tehát jött a hatalmas félelem bennem, hogy nem vagyok szabad, hogy tehát én gyerekként úgy fogalmaztam meg, hogy nem engedi meg anyám, semmit nem enged meg, hogy mit csináljak. Apámnak is meghatározza, hogy mit kell csinálnia. De gyerekek, nagyon szeretlek benneteket. És én azt mondtam, ha ez a szeretet, akkor nekem az nem kell. És hatalmas félelem volt ezzel a szeretettel kapcsolatosan bennem, mikor megszületett az én gyerekem. Anya lenni. És persze ott volt a párom, akivel nem akartam úgy veszekedni, mint ahogy anyám veszekedett mindenkivel. És mit csináltam? Jött a párom, a partnerem, akivel csak veszekedni tudtam. Mert ott volt a félelem, hogy nincs szeretet. Szeretni szerettem volna. Ott volt a félelem a képtelenségtől, hogy mi lesz, ha kiderül, hogy nem tudok elérni valamit, ha nem akarok szerencsétlen lenni, nem akarom erőszakosan csinálni, ahogy az anyám, mert akkor mások szenvednek. És ahogy sajnáltam a férfit, az apámat, hogy anyám elnyomja mindig meg, de akkor még nem tudtam, hogy csak annak tudják megmondani. És csak ott tűnik olyannak, hogy el van nyomva, aki hagyja magát. Hallod? Tehát nem igazi sajnálat a szüleinkkel kapcsolatban. Mert az egyik az ellenség, és a másikat sajnáljuk. Nem őket sajnáljuk, nem őket ítéljük el, hanem ez a félelem minden emberben. Nem akarok olyanná válni, mint ők. Nem akarok úgy élni. Ez lezárja azt, hogy mit szeretnél, hiába jelenik meg benned vágy szintjén, mert látod, meg tudod, meg találkozol vele, de a vágy az mindig a hiányból indul ki, mert csak arra vágysz, ami neked nincs. Azt hiszed, hogy nincs szereted. Azt hiszed, hogy a párod nem vesz figyelembe. Azt hiszed, hogy a párod nem figyel rád, közben te félsz ettől. Attól félsz, hogy nem kapsz elég tiszteletet. Attól félsz, hogy majd nem lesz veled őszinte. Attól félsz, hogy be fog csapni. És ezek a te félelmeid. Mit áramoltatsz ki? Ezt áramoltatod ki, ilyennel fogsz találkozni, aki ugyanettől fél. És az egyik ettől való félelmében visszahúzódik, nem mer lépni, feladja magát, hogy megfeleljen a másiknak. Logikus, hogy olyannal fog találkozni, aki elsőre úgy tűnik, hogy ezt kihasználja, de nem, mert pontosan az a lényeg, hogy mivel attól fél, hogy ne legyen kiszolgáltatott, ne csapják be, ne hagyják el, nehogy ne kapjon figyelmet, ezért a ló túloldalán intenzíven, erőszakosan teszi ugyanezt. Tehát az egyik a párkapcsolaton belül elfordul, befordul, a másik pedig erőszakosan nyomul.
Tehát olyan, mintha az egyik a másikat kihasználná, elfojtaná, elnyomná. De nem, ezt ő maga hagyja. És azért találkozik ez a kettő együtt. Mert aki hagyja magát, annak fel kellene ébredni, hogy állj már ki magadért, hiszen te csinálod az életedet, és képes vagy mindenre, csak félsz, hogy nem. És ez az egyik szülő viselkedése. A ló túloldalán a másik ember ugyanettől félve erőszakossá válik, majd én megmutatom, fél, hogy nehogy kiderüljön, pont, az, hogy bent felsoroltak, ezért mit csinál? Majd bebizonyítom, megy és nyomul és kényszeríti a másikat. Nem ő fogja megtenni, hanem a másikat kényszeríti, hogy tegye meg. Tehát úgy tűnik, hogy nem engedi a másiknak élni a saját életét, mert megy és mondja a magáét. Tehát a két ember a ló két oldalán van. Egyensúlyba kell kerülni, a kettő együtt képtelen, mert mindenki ragaszkodik a maga igazához. Az egység külön-külön a két emberben belül kell, hogy megjelenjen. Amikor ráébredsz arra, hogy játszod ezt a játékot, ezek generációs információk, az őseid, az elődeid adták tovább, ugyanezt élték ők is, csak minden következő generáció elutasítva az előzőt, az előzőben azt, amiben nem érezte jól magát, saját képére formálta ugyanazt. Tehát egy párkapcsolati probléma, nem probléma, hanem az élet játéka, amiben felfedezheted a saját félelmeidet, a saját játszmáidat. És itt szokott jönni az, amikor megjegyzitek, hogy de annyira valóságosnak tűnik. Hát persze, hát itt élünk a fizikai világban, az anyagi világban, ami egyértelműen valódinak tűnik. De a valóság az, ami mögötte van, ami bennünk zajlik, az igazi valóságunk, a végtelen szeretet, amiből szintén fakadhat bármi az anyagi síkon, és szintén megvalósulhat. Tehát egy párkapcsolati játszma a lehető legnagyobb tanítás a saját életedben, hogy ráébredjél a saját belső játszmáidra, a félelmeidre, azokra a negatív érzelmekre ráébredj, amik valójában nem lennének, ha nem figyelnél rájuk. Ha nem foglalkoznál azzal, hogy mi a nem jó neked, ha nem azzal foglalkoznál, hogy milyen nőt vagy milyen férfit nem szeretnél, ha nem azzal foglalkoznál, hogy állandóan mondod, hogy mert ilyen-olyan-amolyan, ítélkezel, bírálsz, vádolsz, sajnálsz. Ez a látszólagos életünknek a képlete. A szüleidet elítéled, vádolod, sajnálod, majd folyamatosan attól félsz, hogy nehogy ilyen legyen az életed, és mivel lemásolod őket, és újra ugyanezt formázod tovább a saját életedben, észrevétlenül, mert nem látod meg, nem veszed észre, hogy ez ugyanaz, de mivel újra ugyanazt csinálod, csak másképpen, hogy felmentsd magad, kifogásokat gyártasz. Elmagyarázod, hogy nem, én nem vagyok ilyen, ő a hibás. De nagyon fontos lenne, hogy megértsétek, senki nem hibás. Ez az élet játéka, és egy párkapcsolat a legerőteljesebb tükör, amibe belenézhetsz. És ahogy az előbb elkezdtem mondani, de aztán szerintem nem folytattam, azoknak a legjobb, akik párban kezdenek tudatossá válni, kinyílni, fölismerni a játszmákat, mert tudnak egymás felé fordulni, tudják egymást segíteni. Van megértés és elfogadás. Ugyanis a belső harmónia, az egység megléte, hogy ki tudjon benne teljesedni, ennek a hozadéka. Tehát fontos, hogy elfogadó legyél, hogy elfogadd ezt a játékot, elfogadd ezt a játszmát.
hogy nem ez vagy. Nem az vagy, akivel azonosítottad magad. Nem vagy az a nő, nem vagy az a férfi, amit hittél. Hittél magadról valamit, hittél valamit a párodról, de nem az a valóság. A valóság az, ami e mögött van, a játszmák mögött. És ott kell ráébredni, felébredni. És ketten nagyon könnyű. És akkor persze természetesen sokkal többen vagytok, akik egyedül indultok el, és tudom, hogy jó sokan pontosan a párkapcsolati problémák miatt juttok el hozzám, vagy jutottatok el hozzám, mert ezt szerettétek volna megoldani, mint legnagyobb problémát. És nem partner a párod benne. Bizony nagyon sokatoknál tudom, hogy nem partner a párotok, sőt, azt is hallottam már, hogy amikor beindult bennetek ez a változás, és ez mindig jó értelemben, és mindig jó irányba indul, mindig elfogadással és szeretettel a párotok iránt, bizony érzékelik ők, tehát a partnereitek érzékelik a bennetek zajló változást, tudatosan vagy tudattalanul. Van olyan, aki fölfigyel erre, és azt mondja, hogy hű, nekem ez tetszik, amit csinálsz, és engem is érdekel, és akkor csak figyelek. Nem megyek sehová, de figyelek rád, és jó veled. Ez nagyon jó. Ilyenkor nagyon nagy segítséget tudtok egymásnak adni, és valamennyi idő után ő is el fog indulni, ha érzékeli és látja, hogy te már jól érzed magad, sokkal jobban, és elfogadod őt. Mi ez az elfogadás? Az elfogadás az, hogy látod a viselkedését, látod, hogy mit csinál, mert már látod saját magadat, látod a játszmákat, látod a tükröt, már nem ítéled el, idézőjelben nem bántod, nem intrikázod, nem ítélkezel, hanem maximum finoman kérdezel, vagy kitartasz a saját jó érzésedben, és ebből a szeretetből beszélgetsz vele. Tehát megszűnik a vádaskodás, nem kéred számon, nem veszekszel vele, meg hasonló ki, hogy csinálja, nem játszod a sértődöttet, nem leszel ellenséges tovább, hanem megengeded, hogy legyen olyan, amilyen, és már te nem mész bele. Nem veszed föl a rezgéseit, nem kezdesz vele pingpongozni. Tehát ezek az energiák azok, amikkel pingpongoztok. Kiszállsz ebből a pingpongjátékból. Ez az elfogadás. Ez az, nem azt jelenti, hogy beletörődök, hogy ő olyan, beletörődök, hogy ez a sorsom. Az elfogadás nem a beletörődés. Az elfogadás azt jelenti, hogy figyelek rád. Ez szó szerint nem az együttérzés, hanem az empátia. Figyelek rád, szeretlek. Megnézem, hogy mi a legjobb neked, hogyan tudok segíteni neked, de úgy, hogy magamat nem adom fel. És természetesen van még egy másik jelenség is, amikor a párod egyáltalán nem hajlandó semmilyen kompromisszumra, egyáltalán nem érdekli az új irány, egyáltalán nem foglalkozik azzal, hogy te elkezdtél jó irányba haladni, nem vesz róla tudomást, nem érdekli, sőt, az is elő tud fordulni, hogy a partnered még jobban bezár. Attól függ, hogy mik a szokások, hogyan játszmáztok. Az is lehet, hogy még jobban felháborodva, még nagyobb vehemenciával fog majd harcolni. Az a helyzet, hogy valamennyi időre mindenkinek szüksége van, hogy az új helyzet ki tudjon alakulni. Hiszen te teremtesz, te teremted az életedet. Ahogyan kiáramolsz, az fog visszaáramolni. De nem lehet kényszeríteni senkit, hogy megváltozzon, mert akkor már megint a régi játszmádat csinálod. Nem is várhatod el tőle. Neki kell saját magának ráébrednie, hogy attól, ahogyan él, van sokkal jobb. Biztos vagyok benne, hogy van közöttetek olyan, aki azt várta, hogy majd most mennyire mélyen fogok, milyen problémákba belemenni majd. De nem kell belemenni mélyen a problémákba. Mert azok egyediek, egyéniek. De mindenkié általános. Szülőktől hozott információ,
amit átveszünk, ami nem a sajátunk. Tudod, mennyire nem a sajátod? Pontosan annyira nem, mert még csak a szüleidé sem. Mert ő is a saját szüleié ellen állva alakította ki a magáét. És az ő szülei és az övé és nemzedékekre visszamenőleg ki tudja mennyi év, milyen a történelem során, milyen messziről nyúlik ez ide. Megfejteni azt, hogy hogy alakult ki ez a játszma, hiszen ez maga a tudatjátéka. A tudatjátéka az elme. Mi a tudat? A teljesség. Ahogyan az előadásom elején magyaráztam. A végtelen intelligencia, a tudás, amit lehet úgy fogalmazni, még alapszinten, hogy hordozzuk magunkban. De valójában mi magunk vagyunk ez a végtelen tudás. A teljesség és a szeretet. Ez vagyok, és ez vagy. Ez vagyunk mi mind. Az az egyetlen egy, ami ennyi fizikai formán keresztül nyilvánul meg, vagy 8 milliárd ember formáján keresztül. És ez az a teljesség, ez az egy, amire mindenki vágyik. Ez az az egy, amit meg lehet tapasztalni a játszmáikon keresztül. Meg tudod tapasztalni a szüleiden, partnereden, a gyerekeiden, a munkádban, betegségeden, mindenen keresztül, amiben nem érzed jól magad. Hiszen ez hívja fel a figyelmedet, hogy valamit át kell értékelned, valamit másképpen kell meglátnod. És semmi más nem kell tenned, csak figyelni, észrevenni, tudatosítani, hogy a múltad ismétlődik, de te nem ez vagy. Ezek gondolatok, amiket kitaláltál, amit rávetítettél saját magadra és a párodra, a párkapcsolataidra, amik újra és újra ismétlődnek addig, hol a ló egyik, hol a ló másik oldalán, de újra és újra ugyanazok az érzelmi játszmák, ugyanazok az érzelmi háborgások. Mindaddig, míg azt nem mondod, hogy elég volt. És amikor azt mondod, hogy elég volt, ez nem a haragból fakad, ez nem az elkeseredettségből jön, nem a gyűlöletből, hanem azt mondod, hogy igen, látom a játékot, és figyelek. És megnézem, hogy hogy tudok ebből a legjobban kijönni. Erre mindenki képes. Ezért fordultatok hozzám, mert nagyon sokan, és ezért segítek bárkinek, aki még ezután hozzám fordul. És nem az a cél, hogy van egy párod, és szakítsál vele, mert nem jó vele, mert a következővel ugyanolyan nem jó lesz. És ezt már nagyon sokan megtapasztaltátok, és inkább választjátok az egyedül létet, a magányt, amiben pontosan ugyanúgy nem érzitek jól magatokat. A tudatosságban és a jelenlétben kiteljesedsz önmagadon belül, már nem leszel magányos, már nem éled az egyedül létet, mert együtt vagy mindenkivel. De igenis, ha már emberi formánk van, hogy legyen partnerünk és párunk. Gyakran kérdezik meg tőlem a hallgatóim, hogy akkor neked most miért nincs párod? Hát, az az igazság, hogy leéltem 20-akárhány évet a párom mellett úgy, egészen 15 éves koromtól indult a dolog, és lett két gyönyörű gyermekem, és aztán, amikor tudatossá váltam, én akkor léptem ki a kapcsolatomból, mert előtte csak minden nap azt mondtam, hogy nem akarok így élni, és az borzasztó volt. És amikor ráébredtem a játszmáimra, és ráébredtem az ő játszmáira, és ráébredtem arra, hogy ő a lehető legjobb nekem, én akkor szerettem volna leginkább vele maradni, és együtt élni tovább az életünket, de ő azt a formáját választotta, hogy bezárt, és továbbra is nem látta azt, hogy saját magunk háborúzunk önmagunkon belül, és vetítjük a párunkra. Pár, így van. Ő ebben nem volt hajlandó részt venni, tehát nem tudtuk tovább együtt folytatni.
És aztán persze volt még másik kapcsolatom, és azért nem szoktam én állandóan kiteregetni a magánéletemet, hogy mikor, hol és hogyan, mennyi ideig, vagy hol találkoztam emberekkel. Egy biztos, hogy azt az életet, amiben a nőt én elítéltem és lezártam, és azt, amiben a férfit másképpen szerettem volna látni, és mást vártam tőle, egy kapcsolatomban gyönyörűen megtapasztaltam, és megéltem önmagam. Amire ráébredtem, azt már az élőben is gyönyörűen kiteljesítettem magamba, és megtapasztaltam. Innentől kezdve játék az életem. Természetesen, amíg fiatal vagy, amíg nincs gyereked, vagy amíg kicsik a gyerekeid, és nem nőnek fel, nem teheted meg, hogy egyedül maradsz. Mert ilyen esetben addig vagy egyedül, amíg még nem találtál önmagadra. Teljesedj ki önmagadon belül, és ebben a teljességben találod meg a párodat. Én sem leszek egyedül. Az, hogy most ebben a pillanatban nincs egy partnerem, az nem jelenti azt, hogy a következő pillanatban már nem találkozom vele. Nem mondom azt, hogy nem akarom. Egy teljes, harmonikus, szabad élet az enyém, amiben belefér egy párkapcsolat, belefér minden. A teljesség és a szeretet és az elfogadás. És hogyha van olyan férfi, aki nyitott és ezt elfogadja, azzal boldogan élem az életemet tovább. És csak azért mondtam el nektek, mert nagyon sokatokat érdekel ez, hogy hogy van. Természetesen ez alatt a rövid előadás alatt nem tudok elmondani mindent részleteibe. Most nem beszéltem ebben az egy órában arról, hogy milyen a nő, nem beszéltem arról, hogy milyen a férfi. Arról beszéltem, amit megígértem nektek a címében is, hogy miért nem működik, vagy működik egy párkapcsolat. Hát azért nem működik, mert a fejedben van egy kép, ami megakadályozza, hogy úgy működjön, ahogyan szeretnéd. És biztos vagyok benne, lesz majd még olyan is, amikor csak a nőről vagy a férfiről fogunk beszélni, hogy milyen kép van a fejetekben erről. Akár lehet egy következő alkalommal, ami most kivételesen 2 hét múlva lesz, a jövő héten nem találkozom veletek, illetve azt kell, hogy mondjam, minden nap tudunk találkozni, sőt, akár többször is, nagyon sok videó felvételem van már, a YouTube csatornán nézhetitek őket, amióta ugye elindult a karantén, és most már úgy tűnik, hogy teljesen felszabadítottak minket a mai napon. Ez a 12. ilyen előadásom, tehát nem kell 2 hetet várnotok, amikor úgy érzitek, hogy valahol elakadtatok, akár a párkapcsolatban, akár bármiben, vegyetek elő egy régebbi felvételt, nézzétek végig, én akkor is veletek vagyok. És akkor is mindig azt mondom, amire éppen szükséged van. Ez nem tud megváltozni. Neked magadra van szükséged, önmagadon belül kiteljesedni, és akkor ki tudsz teljesedni egy párkapcsolatban is. Azzal, akivel együtt élsz, vagy anélkül, de mindenképpen új módon, jó érzéssel és szeretettel tudsz tovább lépni önmagadon belül. És ez a jelenlét, ez a teljesség, ez a szabadság, ez a végtelen szeretet. És én kívánom mindannyiótoknak, akik még nem tapasztaltátok, tapasztaljátok meg, és nagyon-nagyon sok hallgatómat tudom, hogy már ez szerint él, és élvezi a párjával a kapcsolatát. És természetesen nem mellékes, hogy a gyerekeitek milyen információkat kapnak rólatok, minek állnak ellen, és mit visznek tovább. Ha szeretitek őket, és azt szeretnétek, hogy ők már ne vigyék tovább ezt a generációs információt, akkor tessék kiteljesedni önmagatokon belül. Meg lehet élni. Sokkal egyszerűbb, mint bárki hinni. Minden ebben a csendben van. Minden ebből a csendből jelenik meg.
és minden itt dől el. Ami itt van, az lesz ott kint. Ha itt szereted, amit megélsz, akkor a szeretettel fogsz találkozni. Ha félsz, akkor félni fogsz. Döntsél. Én itt vagyok, és még itt is maradok. Most viszont elbúcsúzom. Ha nem tettétek még meg, akkor kérlek szépen nyomjatok egy lájkot, az mindenképpen segíti, hogy több emberhez eljusson a tanításom, vagy a mondandom. Mivel most már szabad, kitűztük a 4 napos vedd észre alapprogramot. A honlapomra, ha felmentek, a csatosilona.hu-ra, akkor már látjátok, július utolsó hétvégéje és augusztus első hétvégéje lesz. Nagy szeretettel várlak benneteket, akár ismétlőnek, akár táborosaim, akik beülhettek már vendégként végighallgatni újra ezt. Várlak benneteket nagyon nagy szeretettel, és adjátok tovább barátoknak, ismerősöknek, hiszen látjátok, hogy ezt az elmúlt 3 hónapot, vagy akár mennyi is volt, sokkal jobban, sokkal nagyobb elfogadással éltétek át, mint azok, akik nem tudták még másképpen látni az életet. Megéri továbbadni, és küldjétek a barátokat és az ismerősöket. Várok mindenkit nagyon nagy szeretettel, Facebookon, Instagramon, és itt most nyomjátok meg nyugodtan vagy jelentkezzetek föl a csatornámra, nyomjátok meg ott a csengőt, és kapjátok az információkat. Nagyon izgalmas dologgal készülök, ezt újra és újra elmondom nektek, ez még egy picit meglepetés, de nem sokára ki fog derülni. Úgyhogy köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok. Csak egy picit lazíts, és figyelj befelé. És ezt ne csak akkor tedd meg, mikor nem érzed jól magad, hanem naponta többször, mert ez a ráhangolódás, én nem belülről, a külvilág felé szeretetet sugároz, és abból fog megvalósulni, amit szeretnél. Szervusztok, minden jót!